Üdvözlök mindenkit, megint jelentkezem. Jelenleg itt a Trinity kampuszának az egyik lépcsőjén ülök, és élvezem a gyönyörű napsütést. Amiről pedig ma fogunk beszélni, az egy rettenetesen izgalmas lista, amit megpróbáltam minél pontosabban összeszedni nektek, hogy mit is tanulsz meg igazán, hogyha külföldre jössz tanulni. Nyilván azon kívül, hogy beletanulsz a szakmádba, és a szakodat érteni fogod. Azon kívül mit ad hozzád, és igaziból mivel is leszel több akkor, hogyha nem otthon tanulsz, hanem külföldre jössz, és végigcsinálod ezt az egész nagy kalandot, a külföldi továbbtanulást. Szóval lássuk azt a 25 dolgot, amit megtanulsz a helyismereten és a nyelvhasználaton kívül. Értékelni az otthon komfortját és biztonságát, azaz biztonságérzetét. Megtanulod még jobban megszeretni Budapestet, azaz nagyra értékelni az otthonat, akár Magyarországot, akár a magyar embereket, és büszkének lenni arra, hogy honnan jöttél. Becsülni az emberi kapcsolataidat, családtagjaidat, barátaidat, ismerőseidet, és minden hozzátartozódat, szerettedet. Nyitottabb leszel, és kevésbé előítéletes. Megtanulsz majd magad döntéseket hozni, akár a nehezeket is, és ebből kifolyólag felelősséget vállalni mindazért, amit döntöttél, és amit tettél. Egyedül lenni. Megtanulsz majd vigyázni magadra, a fizikai épségedre, törődni magaddal, a testi és a lelki jóléteddel, azaz szeretni magadat, és odafigyelni magadra. Ügyet intézni, hivatalos e-maileket és leveleket megfogalmazni, hívásokat lebonyolítani, és akár személyesen is bemenni, és elintézni, ami neked kell. Ehhez kapcsolódóan pedig, és ez nagyon fontos, megtanulsz majd segítséget kérni, valamint kérdezni. Bármikor, amikor valamiről nem tudod, hogy hogyan kell. Én mindig inkább megkérdeztem egy mellettem állót mosolyogva, aki segített és elmondta, hogy mi hogyan működik, itt hogy kell csinálni, mint hogy ott álltam volna és próbálkozok, mint egy sült hal. Problémát megoldani. Jól beosztani az idődet. És hát ez aztán nehéz lesz, még én is most is tanulom. De hidd el, sokkal jobban fog menni, mint eddig valaha. Ha pedig már sikerült jól beosztani az idődet, akkor remélhetőleg megtanulsz hatékony lenni. Fogékonyabb leszel. Felismersz majd olyan helyzeteket, amiket eddig nem, mert nem kellett emiatt aggódnod. Előbb-utóbb meggyőzőbb, határozottabb és magabiztosabb leszel. Megtanulsz majd együttműködni teljesen más emberekkel. Olyan emberekkel, akik más kulturális háttérrel rendelkeznek, mint te. Alkalmazkodni. Ebből kifolyólag pedig sok és sok kompromisszumot kötni. Főleg, hogyha olyan helyen fogsz lakni, ahol osztozkodsz, konyhán, fürdőszobán, bármi egyéb máson. Ez is egy nehéz, de megtanulsz majd érvényesülni. Érvényesíteni a véleményedet, a gondolataidat, vagy akárcsak a jogaidat, ha arról van szó. Ha neked majd kell valami, ami előrébb rendíti az életedet, a tanulmányaidat, és senki más nem képvisel téged, akkor már pedig ki kell állnod magadért, és azt mondani, hogy én ezt is ezt szeretném, vagy ezt is ezt érdemlem, vagy ez is ez volt nekem beígérve. Hát ebben a tekintetben mi nagy hátrányban vagyunk, és nem csak a nyelvi akadályok miatt. Csupán azért, mert nem erre készültünk sok-sok éven át, hogy majd külföldön, idegen nyelven, teljesen más környezetben, egyedül élve és egyedül lakva érvényesítsük a saját magunkat, a gondolatainkat és a jólétünket. Alábadni, belelazulni, és dolgokat nem felvenni, hiszen rá fogsz jönni, hogy vannak olyan dolgok, amikre egyszerűen már nincsen energiád. Megtanulsz majd különbséget tenni a között, hogy mi a fontos, és mi nem. Ezt nagyon szeretem. Meg fogsz tanulni apró dolgoknak örülni. Ma sütött a nap, vagy beértem időben a suliba, vagy ma valaki rám mosolygott, rám köszönt a folyosón, egészen addig, amikor végre beadtam egy jó dolgozatot, vagy végre kaptam egy jó jegyet, vagy kitaláltam, hogy mi legyen a kutatásom témája. De jó volt végre úgy érezni, hogy valahova tartozom, ez egy nagyon klassz esemény volt. És minden dolgodat megbecsülni. Első bögrém, ahogy hozzájutottam, amit utána éreztem, hogy itt is van valamim,
fizikailag hozzám tartozik valami, amit én birtokolok, az olyan nagyon kedves emlék visszagondolva, hiszen csak egy bögréről van szó, de én azóta is minden reggel abban iszom a kávét, és roppant jól érzem magam, hogy ez valami, amit én vettem, amire én vigyázok, és igen, nagyon vigyázok rá, mint ahogy minden másra is, ami itt van, hiszen nincsen túl sok dolgom. Ez is fontos. Megtanulsz majd időben felkelni, és nem elkésni. Otthon lehet, hogy van valaki, aki bemegy a szobádba, miután hát már fel kellett volna kelned, de itt senkit nem fog érdekelni, hogy odaérsz-e időben. Megtanulod majd felismerni az erősségeidet és a gyengeségeidet. És YouTube videót szerkeszteni. Na jó, csak viccelek, de azért nem lenne rossz. Végére hagytam a legjobbat. De tényleg. Habár ez nem 100%-ban igaz, de én azt vettem észre, hogy meg fogsz tanulni nyugodtabb lenni, és kicsit jobban megbirkózni a stresszel. Ezzel ott pedig azt értem, hogy amikor valami nehéz dolog történik veled, akkor itt nem kezdhetsz el nyafogni, vagy a földön feltrengeni, hogy már pedig neked ez nem tetszik, és nem tudod megcsinálni, mert te vagy az egyetlen, aki itt van, és aki tud saját magadon segíteni. Azaz, két opció van, vagy megcsinálod, vagy nem. Én nálam ez úgy szokott működni, hogy először jól kihisztizem magam, kisírom magam, azt mondom, hogy nem akarom, és ez tök nem fel, hogy nekem kell. Majd felszívom magam, és megcsinálom. Úgyhogy, ha bár ez nem a nyugodtságomról árulkodik, de ez is hozzátartozik a stresszes helyzetekhez. Azt hiszem, ennyi lett volna, most 25 dolgot összeszedtem, biztos vagyok benne, hogy még kihagytam valamit. Ha nektek is eszetekbe jutna ilyesmi, akkor írjátok meg, nagyon kíváncsi vagyok. De engedjétek meg, hogy még gyorsan egy kommentet elmondjak ezzel kapcsolatban. És miért jó ez a 25 dolog? Azért, mert mind képesség, nem csak hozzátesz, mint személy, hanem majd, tudjátok, hol fog még segíteni? Hogyha egyetem után munkába álltok, mert ezek mind emelik az értékeiteket azokkal a munkavállalókkal szemben, akik mondjuk nem tanultak külföldön, akik nem voltak rákényszerítve, hogy megtanuljanak ilyen képességeket, vagy csak menet közben fogják majd felszedni és elsajátítani őket. Ti ezzel már elényben lesztek. Ennyit mára, és látogass vissza legközelebb is, addig pedig iratkozz fel, és terjeszd a hírét a csatornámnak. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és sziasztok legközelebb!